A Klímabarát Települések Szövetségét 2009-ben hozták létre, amelyet jelenleg 38 tag alkot. Az EGRI Líceumban rendezett átmenet a fenntarthatóság felé című konferencián elhangzott, a klímaváltozással párhuzamosan olyan társadalmi-gazdasági hatások alakulnak ki, amire fel kell készülni. Települési szinten nem a kibocsátás korlátozása a legfontosabb lépés, hiszen abban a mi lehetőségeink viszonylag korlátozottak, sokkal inkább az alkalmazkodás az a terület, ahol egy településnek azt gondoljuk, hogy lépnie kell, mert ha ezt nem tesszük, akkor úgy gondoljuk, hogy hosszú távú jövője marad kétséges ezeknek a településeknek. Elmondta az északi régió szerencsés terület, klimatikus viszonyai kedvezőbbek, mint a délalföldi, illetve a keleti országrész. Hozzátette, ennek ellenére nagy a felelősség, tudatos vízgazdálkodásra van szükség. Azokat az agrárművelési módokat, amik most általánosak az észak-magyarországi térségben, bizonyos területeken újra kell gondolni, fogalmazott az elnök. A sajátossága elsősorban a domborzatból adódik, például a villámárvizek gyakorisága nagyon magas, de még növekszik is. Ezek a hirtelen lehulló, néhány óra alatt lehulló csapadék, és minden víz egyszerre a kis patakba akar helyet találni magának, ez lehetetlen. Ez az elsősorban. Aztán a talajcsuszamlások, a tájdegradáció is erősebben jelentkezik ebben a térségben. A konferencián elhangzott, a települési vízgazdálkodásban fontos a szemléletváltozás kialakítása. Például nem a csapadék gyors elvezetését kell szem előtt tartani, hanem annak felhasználhatóságát. Dr. Mika János tanszékvezető előadásában arra is kereste a választ, míg bizonyítják, hogy legalább 95%-ban az ember okozza a klímaváltozásokat. Elmondta például, hogy a naptevékenység az utóbbi fél évszázadban nem változott. Az előadásokat tanácskozás követte.